Ez itt a Vagfolt Podcast, amelyben a popkultúra kötelezőit pótoljuk. Az én nevem Frivalski Majer Péter. Az én nevem Huszár András. Magyar filmes évadunk. Mészáros Márta Filmjében fogunk foglalkozni, az 1975-ös örökbefogadás. Uh -huh. Ez a film. Uh -huh. Női rendező, ajk hozzá, egy olyan női rendező, aki világszerte ismert. Már említettük az évadban, mert. Mm, Nagyjából egy évtizeden keresztül olyan csomiklós felesége is volt, és a Jancsó ez szóba jött, de egyébként önálló jogon is tényleg egy borzasztó sikeres és elképesztően nagyra tartott rendező. Így uh -huh. hát, mi sem természetesebb, mint hogy ehhez az adáshoz nem hívtunk vendéget. <síthat> <síthat> Így alakult, Egész egyszerűen ö, minden vendég, akit megkerestünk, végül egy másik filmet választott inkább, de se baj, azért Igen. szerintem képesek leszünk ketten is beszélni valamennyire tartalmasan Mészáros márta még ha nem is olyan alapossággal, mint hogyha itt lenne valaki, aki sokkal több filmet látott őtőle, uh -huh. de azért azért segíthetünk. Te egyébként hogy állsz a Mészáros Márta filmográfiával, András? Oh, hát igazából egy filmjét láttam ezelőtt, az a legutolsó, vagy legutóbbi filmje volt az Aurora Borealis. Úgyhogy, hát akkor nem érzem, olyan abszolut... kínosan, mert, mert én is. Én, én teljesen csak most ismerkedek Mészáros Mártával. Ami azért igazából nagyon cikinek éreztem, hogy csak azt az egyet láttam tőle, mert mm, igen. már mióta úgy érdekelnek a filmek, már a, a, a közben is jelentek meg újabb és újabb filmjei, tehát lett volna, amit megnéznem, moziban is igen. akár, és így egészen egészen kínos, hogy egyikre sem mentem el soha. De az Aurora Borealis, az nagyon-nagyon szerettem, az nagyon tetszett nekem. Igen, 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 igen azt én is kifejezetten szerettem. És hát e, rendezőről van szó, aki most 90 éves, és tényleg az Aurora Borealis ez 2017-es film, úgyhogy uh -huh. még egészen időskorában is mm, láthatunk tőle filmeket. Az örökbefogadás pedig igazából így a, nem az első játékfilmje, de az első uh -huh. ilyen jelentős játékfilmje, azt mondja, azt, azt írják róla, így a, az anyagban, ahol az olvastam, hogy ez a kiforrott Mészáros Márta első film, tehát itt már így a őrá jellemző fogások, őrá jellemző témák, a legkiforradtabban itt jelennek meg. Igen, számomra uh -huh. lehetne kérni, hogy miért nem foglalkozunk mondjuk egy olyan filmjével, amely, nem tudom, a Napló tetralógia egyik epizódjával, de igazából uh -huh. szerintem tök jó az, hogy ezt az örökbefogadást választottuk, egyrészt azért is, mert ez mégiscsak mégis csak az a film, amivel így bemutatkozott a világ előtt Mészáros Márta. Igen. Másrészt igen. meg a Naplóba belekezdeni az egy négyfilmes, Mm, sorozat, mm. lehet, hogy kevésbé lenne fair, hogy abból nézzük meg egyet a hogy valószínűleg egy jobban önállóbb darabot. Nyilván azok is önállóan értelmezhetők, de azért mégiscsak jobb, így nem érzem azt, hogy hiányérzetem támad, mert csak egyet láttam a, a, nagy filmekből, a nagy napló, napló gyermekeinek sorozatból. Igen, 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 igen. Hát ez ennek a, ennek a, az évad felosztásnak a rákfénéje, hogy a legtöbb rendezőtől egy filmet tudunk csak kiválasztani, és hogy az esetek többségében megjön a hozzá kedvünk, hogy még többet lássunk, de... de igen, igen. ezzel nehéz mit kezdeni, ezzel a... Így is, így is elég hosszúra kinyújtott, de azért, de azért szűk időkeretben, ami nekünk rendelkezésünk rá, főleg, hogy a, azért egy teljes magyar filmtermésből összemezgetünk. Ja, Úgyhogy jaj, mindig, jaj. mindig, szinte mindenkinél maradnak ilyen nagyon fontos, jelentős vakfoltok még ezután, a, ezután az évad után is. Hogyne, hogyne. És egyébként az Örökbefogadás című film azért ilyen kiemelkedően fontos, mert ez volt az első olyan magyar film, amelyet a Berlin Állén, a Berlini Filmfesztiválon bemutattak, és a rögtön meg is nyerte az Arany Aranymedvét, vagyis a Berlin Állén fő, fődíját, és Mit az első, első női rendező volt, aki megnyerte az aranymedvét, és az első magyar rendező természetesen, hm. aki megnyerte az aranymedvét, úgyhogy egy ilyen abszolút korszakalkotó, abszolút meghatározó, és ö, kapukat megdöntő film volt az örökbefogadás, és együtt Mészáros Márta személyesen is. Igen, igen, és egyben ez volt a... Egyike azon kevés filmeknek, amiket, amiket úgy nevezett Magyarország Oscar díjra, hogy női rendezőnek a, a filmjéről volt szó. Mm. Tehát hogy ez volt konkrétan az első alkalom. És aztán később mm. még szintén Mészáros Mártától a Napló szerelmeimnek volt, egy-egy dildikótól az én 20. századom. Goda Krisztinától a kaméleon, és hát aztán enyedildikónak Ildikónak a testről és lélekről. Ez az öt, öt film igen. volt, amit amit Magyarország női rendezőtől nevezett az Oscarra, és hát ugye a, a jelölésig a, a Enyedi Ildikó filmje jutott el. A, a uh -huh. legutóbbi uh -huh. filmje. Szóval igen, eléggé nagy köt futott annak ide az fogadás, és Mészáros Márta hatalmas sikernek vagy, vagy népszerűségnek örvendett így az európai szerzői, filmes, művészfilmes filmes körökbe, tehát tényleg a, a berlini filmfesztiválon és utána is ő, ő így a, a, a legnagyobb francia új hullámos rendezőkkel, színészekkel ö, ismerkedett meg, barátkozott össze ö, tel teljes mértékben azokban a, azokban a körökben ö, mozgott a, a, ahol a leg, legjelentősebb európai ö, Európai alkotók forogtak. Hmm. És hát nem csak Európában, de Amerikában is ismert az ő neve, hiszen a Criterion Collection első magyar rendezőként az ő filmét választotta ki, és az, hmm. ő az első magyar rendező, akinek a filmje megjelenik a Criterion kiadása, kiadásában, gondozásában. Uh -huh. Azt hiszem, hogy Londonban volt egy sorozat. nem olyan régen, nem emlékszem már biztosan, de most nemrég voltam a moziban a Kovács Gellért filmszerészfére Szegény legények vetítésen, ahol Jancsó Nyika volt a vendég, Jancsó Miklósnak a legidősebb fia. Uh -huh. És és ő, 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 valahogy a beszélgetésben szóba jött, hogy, hogy Mészáros Mártával most így a, a külföldi mozik is foglalkoztak, de sajnos nem emlékszem már pontosan melyik városban, de majd megpróbáltam eljárni. Mm -hmm. De ha már így szavaztam, akkor gyorsan hadd mondjam el, hogy Jancsó Miklósnak az előző házasságából származik Jancsó Nyika, de mm -hmm. érdekes volt, hogy úgy beszélt a Mely száros Mártáról a beszélgetésen, hogy az anyám, tehát azért tíz éve mm -hmm. keresztül nevelte egészen kicsi korától, úgyhogy ö, egészen biztosan szoros kapcsolat fűzi őket össze. Igen. igen, És hát itt nem csak a, a 75-ös örökbefogadás, hanem rögtön a, a, a rákövetkező filmje, ezek 976-ból a, a 9 hónap, ö, ami, ami mm. Kant járta meg, és az volt, ami, ami még szélesebbre. Ö, szélesebbre tárta az ő, az ő ismertségét, ez az, a, az volt az a film, aminek a kapcsán a, a, francia filmszakmának a, a az elitje, az, az így befogadta maga, maga a köré, és, és, akkor arról nyilatkozott, így van, van egy, van a régi Origo filmklubban egy egy hosszú születésnapi interjú Mészáros Mártáról, vagy Mártával, de. és akkor ott, ott, ott mesél a, a Godárhoz, Trifóhoz, Vardához, Catherine Deneuvehoz, Jean való viszonyáról, hogy kikkel barátkozott össze, kikkel kapott össze, ki, ki, hogyan fogadta őt, ezek a különböző hírességek hogyan viszonyultak egymáshoz, nagyon jókat anekdotázik a Orzon Belszől és a Jean akkor a tényleg a, a Godár az ő, leíre, ő leírásában is egy Azért ordas nagy seggfej volt a, a trüfóról. Ő is áradozott, szóval, hogy ilyen nagyon szórakoztató interjú, tényleg rengeteget mesél a, az, az összes legendás francia színészülés és rendezőről. És hát erről az időszakról, amikor ilyen, ilyen nagy nemzetközi ismertségre tett szert, meg arról, hogy, hogy végül miért, miért maradt mégis Magyarországon, miért dolgozott itthon, és miért nem Vállalt olyan produkciós filmeket, de hogy miért, 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 miért maradt itthon. Úgyhogy kifejezetten érdekes interjú, interjú hmm. vele. Na, ezt mindenképpen meg fogom keresni, nagyon jó, hogy szóltál róla. Egyébként igen, a, a magát az fogadást pedig pár évvel ezelőtt újra bemutatták Berlinben, mert 2019-ben újították hmm. föl digitálisan, ami már ezt a verziót láttuk. De, igen. Hmm, visszahívták valamilyen filmbe, itt is, vagy azt hiszem Kánba is nem olyan rég. Tehát azért ő tényleg má máig is számon tartják és ünneplik ezeken a nemzetközi filmfesztiválokon. Igen, így van. És uh, és hát ezelőtt a film előtt, pedig a 75-ös örökbefogadás előtt, pedig a, a korábbi filmé között, például ő, 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 ő többször foglalkozott így azokkal a az a beat kultúrával és ifjúsági kultúrával, ami, ami így a 60-as évek végén, 70-es évek elején Magyarországon vagy fő, fővárosban kialakult. Tehát például Kovács Kati énekesnővel dolgozott együtt. Te e, szerepelt aztán a filmben, a főszereplője? az egyik filmjének. Igen. De egyé egyébként úgy tűnik, hogy sokat cserélgetik a, 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 Igen. A, a, azokat, akiket dolgoznak a Jancsóval. Igen. 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 Aztán, aztán eredetileg ő, ő, rendezett volna egy illés filmet is, tehát egy, egy olyan filmet, ami oh. teljes egészében az illésnek a a, a, a dalai nézzenén alapul, és ők is szerepeltek volna benne, csak pont, pont ezt a ezt a tervezett filmet előzte meg az Illésnek egy olyan londoni interjúja, aminek a kapcsán így a hazai cenzorok azok nagyon megharagudtak rájuk, és akkor gyakorlatilag akkor lettek ők ilyen, akkor kerültek ők ilyen tiltó listára, és akkor nem tudott megvalósulni ez a film. De, de egyébként Aztán. is azt írják, azt írják, Mészáros Mártáról, hogy így a, az örökbefogatás előtti filmjeiben is mindig női, női szereplőknek a különböző döntéshelyzetei, különböző magatartásai, magatartás formái foglalkoztatták. Igen, azt láttam én is, hogy a Kovács Kati főszereplésével készült eltávozott nap. A egy idézetet találtam a Magyar Film Húna, ahol a Mészáros Mártra idézik, hogy van egy ilyen mondat, hogy élek, és ezen már nem lehet változtatni. Tehát így a, uh -huh. a két dolog, ami Mészaros Mertet foglalkoztatja a karakterével kapcsolatban, ez az a, a nőknek a igen, az ilyen viszonylag hétköznapi élethelyzeteik, döntéseik, és a életüket befolyásoló nagy események, és ezekkel egyidejűleg a nőknek az önállóság, a rendelkezéshez való joga igazából, ami rend, rendszeresen felbukon így a, a szabadság eszménye is egy ilyen fontos dolog ebből kifolyólag uh -huh. Mészáros Mártánál, ez is több ilyen portrécikben megjelent most a 90, 90 éves születésnapja alkalmából, amiket olvastam. Igen. Úgyhogy ezek, amiket én találtam. Igen, és érdekes, hogy itthon Akorban akkorban nem rajongott érte a kritika, tehát hm. akkoriban nem nem aratott osztatlan sikert, így részben okokból is kifogásolták a, a a filmjeit, viszont ugye külföldön pedig egy az nem fe feminista rendezőnek kiáltották, ki ami ellen pedig ő berzengedett egy kicsit. Hogy be, 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 ilyen módon kategorizálják őt be. Ez egy hmm. Érdekes, ilyen két, két cég közé kerülve próbálta ő aztán pozícionálni saját magát. Igen, ezt én is olvastam, hogy még az örökbefogadást sem tartja a feminista filmnek, és meglepődött, hogy ez volt a, az a bélyék, amit megkapott Berlinben a fesztiválon. De hát én elhiszem, hiszem, hogy nem feminista filmként írta meg, de hát. Ez a film tényleg feminista, szerintem. Igen. Ez ilyen eredendően feminista film, abból kifolyólag, hogy a rendezőnek a nézőpontját azt nem tudja kiírni magából, és egyszerűen, amit megfogalmaz, amit ő ábrázol, már ettől, Igen. pláne 1970-ben, ez egy feminista történet. Abszolút. van nőről szól, aki aki egyedül él, és, túl, és munkából tartja el magát, és még szembesülünk is egy olyan karakterrel a film során, akinek meg a háztartás, akinek a munkája a házt, az, hogy háztartásbeli, és van egy ilyen kontraszt a kettőjük között, egy ilyen ütköztetés is. Na ezeket nehéz nem feminista hmm. tükörrel, vagy egy tükörönk, vagy nem tudom, szemüvegen keresztül nézni. Így van, így van, igen. <laughs> Úgyhogy én elhiszem, hogy Mészáros már ezeket nem úgy írtam meg, mert én elhiszem, hogy számára ezek a történetek inkább így a tényleg a, a a hangsúly azon volt az ő számára, hogy hétköznapi nők uh -huh. drámája, viszont amilyen a szereplőket választ, nem csak azon az az belül is, hogy milyen nőket választ, uh -huh. és milyen helyzetekben helyezi őket a filmjében, ezektől uh -huh. óhatatlanul feminista lesz a filmje, szerintem. Igen, és egyébként már, már csak szerintem nekünk is így, a ami saját kis. Uh menetrendünkben is egy nagyon szembeszökően szembeszökően más nézőpontot képviselő film az örökbefogadás, mint az eddigi filmjeink. Hiába voltak volt több olyan filmünk is, ami nagyon-nagyon ami erőteljes női nézőponttal rendelkezett, akár a körhinta, akár, a, akár a szellem, tehát nem beszélhetünk arról, hogy eddig csak bizony, férfiak, férfias filmjeit néztük ja. meg, tehát, hogy ez ennél, ennél eddig is jóval sokszínűbb volt a a, 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 a sokszínűbb lett a, 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 a válogatásunk. De ezzel együtt az, hogy itt itt igazából háttérbe szorulnak azok a fajta ö, karakterviszonyok, amik, amik még ezeket a korábban emlegetett filmeket is jellemezték, amik, amik elsősorban különböző szerelmek vagy kapcsolatok körül ö, bonyolódtak, és, és volt, ö, volt volt ö, nagyon kiemelt szerepet játszott olyas valaki, és aki, de, aki ezeknek a szereplőknek a, a, a meglévő vagy hiányzó ö, hiányzó társa, ugye most a szerelem esetén a Darvas Iván. de már abban a filmben is ugye nagyon fontos szerepet játszott a, a Darvas Iván karaktere édesanyjának és a, a törő csikmarinak a, a kapcsolata, és gyakorlatilag az egész filmben még, még dominánsabb is volt ennek a két nőnek a, a különös és különleges viszonya, mint aztán maga a a az, a a hatalom által egymástól elszakított szerelmes párnak a története, és hogy valahogy talán ehhez kapcsolódik még a leginkább a az örökbefogadás, de még ezzel együtt is nagyon különleges és nagyon más ennek a filmnek a, a szemszöge, és, az, és a magának a kamerának is a, a fókusza, vagy a nézőpontja az, hogy, hogy mennyire rá, rá zoomol, rá közelít ennek a. a a két főszereplőnek a, a, saját belső világára, és, és van, egy, van egy olyan jelenet is, hogy ugye összefoglaljuk röviden, hogy miről szól ez a film, és kik ezek a szereplőikről beszélünk, de hogy van egy olyan jelenet is, ahol, ahol, ahol így hirtelen szembe találkozunk egy, egy, egy csapat férfinak a, a, tekintetével, akik figyelik ezt a két nőt, és aztán megpróbálnak így, így oda menni hozzájuk, és így, így, belépni az ő világukba, és, és, és ez a két nő nem engedi be őket a saját világukban, mert, mert ott, 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 és akkor egymás számára ők a legfontosabbak, és hogy ezt a, vagy ezt a mikrouniverzumot, amit a, a két főszereplő körül kialakít a film, ez az, amit, amit belak aztán ebben a másfél órában, és ez az, ami amihez csak érintőlegesen kapcsolódik a, a többi szereplő, szerintem ettől válik így különlegessé. Igen, igen. Igen, valóban ennyire introspektív filmet mert biztos, hogy nem láttunk korábban. És uh, igen, tehát mondjuk a, a, a szerelem, azt hasonlóan két szereplőnek a dinamikájáról szól, de, de az mm, ott a, a hangsúly magán a dinamikán van, meg ezen a konfliktuson a kettő szereplők között, és az úgy vezeti uh -huh. a filmet, meg úgy egy gerincét képezi. És ebben a filmben meg sokkal inkább valóban a szereplőkön álló lelki világa, és nem, nem feltétlenül egy konfliktus vezeti ezt a, ezt a történetet. Na és akkor igen, ideje összefoglalni, hogy miről szól ez a történet. Szeretnéd? <hül> Ő, szívesen. Ugye itt az Örökbefogadás című filmnek a, a főszereplő, főszereplő, nője Kata, akit Berek Kati játszik, aki egy, egy 40-es, 42 vagy 43 éves egyedülálló nő, egy özvegy, akinek a férje elhunyt, és, és azóta egyedül él, egy, egy gyárban dolgozik munkásként, egy kis faluban él, egy kis házban, és van egy szeretője, aki aki egy, egy, egy nős férfi, és a, a film elején megtudjuk, vagy már hát meghalljuk meg tőle, hogy igazából eljutott arra a pontra az életében, hogy nagyon szeretne egy gyereket, viszont erre ez a férfi igazából nem alkalmas, nem, nem akar kötélnek állni, és, és ebben, a, ebben az őrlődő helyzetben lép be a, a, a kata életébe egy, egy intézet is lány, egy tinédzser lány, Anna, akit végig gyöngyvér játszik. Véletlenül megismerkednek egymással, és így elkezdenek, elkezdenek egyre több időt tölteni egymással. Ugye ja, ez az Anna, ez egy ilyen problémás tinédzsernek. Van elmondva mondjuk az intézetisek, illetve a, még azonnak a szülei által is, olyas valaki itt sokat csavarog, nem lehet megregulázni, veszélyes így kötődni hozzá, viszont így a, a két nő között elkezd kialakulni egy eléggé, eléggé szoros viszony, és ez a két teljesen eltérő élethelyzetben lévő nő így, így egymást segíti át a, a saját ilyen válasz útjain, és egymást támogatva keresik meg azokat az utakat, amiken, amiken tovább tudnak lépni az életben, és így ki tudnak szakadnia a, a megakadt helyzetükből. E, és igazából ennek a, ennek, a, ennek a története, ez a film, ennek a két nőnek a, 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 a megoldandó dilemmái, egyrészt ugye Katának ez a, a, az anyai vágyai, a, Anna pedig, aki a, az intézetből szeretne tovább lépni, és egy, egy, egy fiúval, aki, akivel nagyon szeretik egymást, szeretne összeházasodni, hogy, hogy ki tudjon lépni az életnek már egy másik szakaszába. Igen. És akkor a két még érdemes megemlíteni egy picit, az a Katának a szeretője, a Jancsi, azt hiszem Jancsi volt a neve a pickónak. Jóska. Jóska, uh, jó. Igen. Igen. Jóska, aki pedig házas ember, és nem akarja, hogy komolyabbra forduljonak közte és Kata közt a dolgok mert saját gyerekei, mert saját családja van és Kata így örlődik ebben a helyzetben hogy gyereket akar, de a, uh -huh. az ember, akit szeret, az nem hajlandó ebbe belemenni így van, igen Úgyhogy néhány szereplős film, vagy hát egy viszonylag kevés a, kevés a az olyan szereplő, akiknek konkrét beszéd di, di, dialógiaik vannak, de egyébként rengeteg mm -hmm. statisztán, rengeteg is mellékszereplőn időzik el ez a film, tehát felépít egy olyan kis mikrokozmoszt itt a, a falusiak, az intézetisek, a Jóskának a, a családja, így a ezeknek a ezeknek a, szereplők, a szereplőknek a környezetében, hogy sokszor még azoknak a szereplőknek is megismerjük így a, az érzéseit és, és ők is kapnak olyan, olyan olyan pillanatokat, amikor úgy ők lesznek úgymond a, a főszereplői ennek a filmnek, vagy hát legalábbis a annak az egyes egy nitnek, amiben szerepelnek hogy, hogy hogy. Nekem az volt az érzésem a film végére, hogy igazából nem maradt olyan szereplő, aki, aki ne lenne egy teljes értékű húsvér figura. És ez is érdekes, hogy azért az eddigi filmben sokszor Igen. beszéltünk arról, hogy a szereplők azok képviselnek valamit, vagy egy ideológiát, vagy a rendezőnek a, az altelegói, uh -huh. vagy, egy, vagy egy generációnak a, a nem is tudom, az útkeresését szimbolizálják, vagy valamiféle irodalmi eszméket és, és, gondolatokat, és, és az örökbefogadásban pedig, pedig, ténylegesen ilyen nagyon, nagyon földhöz ragadtan vannak ábrázolva ezek a szereplők, és ilyen nagyon tényleg az, az életből kilépett húsvér jelennek meg. Igen, igen, teljesen egyet értek. Ez volt egyébként szerintem az, amit 75-ben Berlinben is értékelt a közönség meg a zsűri ez a fajta ilyen érzékenység, hmm. vagy empátia, amivel a szereplői iránt fordul. Mészáros Márta, azt gondolom. Hmm. Ja, akkor beszéljünk kicsit a két szereplőről, jó? Tehát szerintem a két karaktert egy mm -hmm. kicsit jobban is bemutathatjuk meg, hogy miket gondoltunk róluk a mm -hmm. film során. Először a mm Katát -hmm. ismerjük meg, aki már ekkor megözvegyülve egyedül él, egy, egy háztartást vezet, és dolgozik, azt hiszem, asztalosként, és akkor azt hiszem, a munkában is látjuk legesleg először. Nagyon, 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 erőteljesen szocialista világkép, ahol dolgoznak ugyanúgy a nők, mint a férfiak, nincs ilyen, ilyen aláfelé rendeltség a, nemek között. Nagyon fontos, hogy a nők is ugyanúgy munkába állhassanak, és ugyanolyan munkát végezhessenek, ami klasszikusan mondjuk egyébként egy ilyen fizikai munkának, férfias munkának számít. <laughs> ez ez Igen. egy nagyon jó kis kor kép egyébként szerintem, de nem, abszolút nem mondom azt, hogy nem tudom, ilyen politikai üzenet lenne a filmnek, ez egyszerűen egy ilyen tény, tény, tény kérdés a filmben, illetve azt sem mondom, hogy ettől rosszul regedett volna a film, pont hogy azt gondolom, hogy ettől válik egészen ilyen jól vagy vagy örökérvényűvé, hogy már az alap alapremisszája is olyasmi, ami egyre inkább csak közel, közel van, vagy egyre inkább valóságos, egyre inkább aktuális, egyre inkább olyasmi, ami megtörténhet bárkivel, vagy egyre inkább valószínű, inkább így fogalmazok. Hm. Igen, itt az elmúlt adásokban emlegetett különböző filmes irányzatok közül így ezt egyértelműen a dokumentarista ihletésű vagy, vagy vagy nézőpontú irányzatba lehet besorolni, tehát főleg mondjuk azok a jelenetek, ahol így a, a gyári munkásat sokat látjuk, és csak így a, a gépeknek a zaját halljuk, a, a dialógusokat nem is, csak látjuk, hogy beszélgetnek, vagy így a mindennapi munkájukat végzik, és ezt, ezt, ezt gyakorlatilag csak a rögzíti számunkra a kamera, ez abszolút ilyen, ilyen dokumentarista jellegű filmkészítésből fakad, és uh, nekem az ott eszembe róla most a közelmúltban a Nomadland, uh, annak a, annak a hasonló jelenetei, amit, amikor a Francis McDormand a különböző üzemekben uh, dolgozik, vagy, vagy a, a legkülönbözőbb kétkezi munkákat végzi, és, uh, és, uh, és hogy igazából Persze érződik bizonyos szempontból, a, a, a érződnek az eltelt évtizedek ezek között a filmek között, de hogy, de hogy szerintem nem válik ilyen időutazássá az örökbefogadás, vagy, 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 vagy nem, 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 éreztem azt, hogy itt valami teljesen idegen időben és világban játszódna, és hogy ugyanolyan, ugyanolyan mainak, mainak hat a, a, világábrázolása, mint akár mondjuk a, a nomadland -é. Tehát, hogy nem csak azért jutott eszembe, mert hogy egyedülálló nőknek a a uh -huh. munkás hétköznapjait figyeljük meg, hanem hogy hasonlóan ilyen, ilyen nem tudom, nem, 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 nem fog úgy, úgy éreztem, hogy nem fog rajtuk az idő. Ez tök jó meg egyébként. Az is érdekes, hogy mindkét filmnek közben egy a főszereplője. szereplője. És mindkét Igen. filmben az is közös, hogy azt, hogy egy dolgozó nőről mesél, azt nem tekinti egy ilyen állításnak, egy ilyen statementnek, valami, uh -huh. valami, valami, kikiáltásnak, hanem egy egyszerű kis puszta tény, ami a karakterábrázolásához hozzájárul, de nem ez a film fő üzenete, hogy itt a dolgozó nők helyzetéről Igen. Meséljen, vagy hogy, vagy, hogy emelje a dolgozó nőt, vagy az önálló, önállátó nőt, vagy hasonló. Igen, igen, nem ebből származnak a konfliktusok nem, nem uh -huh. tudom, vitatkozik a gyárigazgatóval, vagy a, vagy a nem tudom, a falubeliekkel, <laughs> vagy tehát, hogy, hogy nem, nem nincs, nincs úgymond tematizálva, ez egyszerűen csak hozzátartozik a főszereplőnek az életéhez. Az, igen, hogy, az hogy lássuk igen. azt, hogy igen. ő mit csinál a hétköznapokban, és hogy milyen, milyen, milyen az ő élete, és hogy mi az a honnan? Igazából nem is, nem, is, nem is szabadulni akar innen, tehát hogy nem is arról szól ez a film, hogy ő, ő ki akar törni, mint ahogy mondjuk a körhintának a fiatal hősnője ki akar törni a saját kis falusi életéből, csak egyszerűen egy olyan hiányról, ami ekkora fogalmazódik meg a, a, a katában, és, és amit, aminek elkezd utána járni, hogy hogyan is tölthetné be. És ez az, amiben nem várja, nem várja a senkinek a. A, az engedélyét és, és nem nem köti magát valaki másnak az akaratához vagy vagy igényeihez, hanem, hanem ő tudja, hogy mit szeretne és a film során eljut odáig, hogy, hogyha az, az a férfi, akit ő, akit ő tényleg nagyon-nagyon szerető, ő nem hajlandó ezt megadni neki, akkor nem fogja azért romba dönteni a saját álmait. Hm. Kata egyébként egy első benyomásra egy zárkózott személyiség, aki, mm -hmm. aki keveset, tehát maga a színésznő is, a film legelején főleg ilyen kevés eszközzel játszik, azt túlzásnak nevezném, hogy eszköztelenül játszik, de azért viszonylag kevés, kevés Igen. színészi eszközt vett be. És, és ezzel azt éri el, hogy így nehezen igazodjon szerintem ki rajta a szereplő, tehát hogy amikor mit tudom, megjelennek a lakásán a, először a, a, az árvaházi gyerekek, akkor is Igen. igazából nem lehet leolvasni az arcáról nagyon azt, hogy ez most milyen benyomást tesz rá. Sok-sok uh -huh. sok ideig így, így ismerjük meg Annet, ilyen, ilyen, ha, hát ilyen, zárkózott személyiségként. És akkor ebbe a, ebbe a helyzetbe csöppen bele, Anna, ha már itt szóba hoztam, akkor kicsit kanyarodjunk ő rá, nem? Igen, és hogy lánya, aki igazából igazából mind a ketten így egymást nyitják ki, nem csak egymás a másik felé, hanem felénk így a nézők felé is. Tehát, hogy ahogy elkezdődik így bonyolodni az ő, az ő viszonyuk, és ahogy a, kialakul köztük az első konfliktus, aztán aztán azzal nem, nem marják el egymást egymástól, hanem végül, végül újra visszatérnek, és ahogy így elkezd szépen stabilizálódni és egyre fontosabbá válni a, a, az ő viszonyuk, úgy úgy kezdenek el mind a ketten felengedni egymás felé, és egy ilyen nagyon intim és nagyon meghitt, nagyon közeli ö, kötődés alakul ki, ö, alakul ki köztük, és, és ennek kapcsán nyerünk betekintést a, az ő lelkükbe is, meg abba, hogy ők, ö, ők valójában milyen, milyen melegszívű emberek, mert, mert mind a ketten valóban a... zár, zár, zárkozódtak sok szempontból. Igen, mert mikor legelején, annál, Annával megismerkedünk az árpa házilányjal, uh -huh. akkor megkéri a katát, hogy hadd lakjon nála, vagy hadd töltsön ha egy kis időt a barátjával. De az is az a beszélgetés is, így hiány, hiány, hiányzik belőle a, az érzelmi réteg, és inkább egy ilyen tranzakcióként hangzik uh -huh. el körülbelül. Tehát nem, nem igazán könyörög mondjuk a lány, nem, 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 tesz hozzá egy ilyen, nem játszik rá az érzelmeire, vagy az empátiájára, különösebben a katának a beszélgetésben, és nagyon ilyen is tárgyilagos az egész jelenet. És ebből a helyzetből indul ki a két szereplő, és innen oldódnak fel tényleg, és tök, tök érdekes, hogy tényleg az az egyikük háttere, hogy a házban nő fel, és bizonyára van ebből fakadóan egyfajta bizalmatlanság, vagy mindenki vel szemben, nem csak uh -huh. a felnőttekkel szemben, és a másik pedig egy egyedülálló nő, aki özvegyként él, meg ugye a saját vérokonaival sem találkozunk a film során, tehát valószínűleg ő teljesen egyedül él a Jóskán kívül gyakorlatilag vannak ilyen közeli kapcsolataim más emberekkel. Tehát mineket többben van egy olyan alapvető zárkozottság és bizalmatlanság minden bizonyjal. Igen. Uh... Ehhez egyébként a jó passzol az, hogy a, a katanak a munkája az az asztalos munka, mert hogy egyedül végezhető munka, igaz, hogy egy nagy gyársoron uh -huh. dolgozik, de azért mégiscsak egy olyan munka, amit így nem egyszerre öten végeztek, hanem egy ilyen kétkezi munka, amihez a precízióra van szükség. Hm. Ráadásul tényleg az is egy ilyen viszonylag monoton dolog, amire az oda kell figyelni, tehát nem teljesen agy, agy, agy munka nélküli, de azért úgy egy ilyen GPS dolog, és, és korán sem valami olyasmi, ami ilyen Lehetőséget teremt a szocializálódásra az ő számára. Tehát nem emberekkel foglalkozik a munkája során, vagy nem csoportban dolgozik alapvetően. Tehát ez is így hozzájárul ahhoz, hogy neki legyen egy ilyen alapvetően zárkózott kiinduló pontja a filmben. Igen. Hát annak meg, amikor megismerjük, ugye, ahogy mondtad, egy, egy, egy kis csapatnak az egyik tagja, akik ott, akik ott megérkeznek a, a Katának a, a műhelyébe vagy házába, és és ott a véggyönyvérnek van egy ilyen elképesztően erős kisugárzása, és ilyen nagyon, nagyon szúrós, <coughs> nagyon sötét átható tekintete, egy nagyon kifejező arca, amitől így már a megjelenésénél így, az az első. tűnik rá... fel jobban. Igen, hogy fú, remélem, hogy ő lesz valami fontos szereplő. Én, én semmit nem tudtam arról, hogy miről szól ez a film, meg hogy kik a szereplői, meg hogy kik lesznek majd a fontosak benne, de amint megláttam, azt éreztem, hogy fú, én, én, én erről, erről én nagyon sokat akarok tudni, és én remélem, hogy ő, 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 valóban olyan fontos figura, mint ami ennek így tűnik elsőre. De ott még az elején, még aztán visszatér egy másik intézet is, is egy külön jelenetben, aki egyébként szintén egy nagyon érdekes Érdekes arc, meg egy ilyen nagyon jó természetes alakítás, vagy természetes jelenség. Tehát ott még, még akár ő is lehetett volna ilyen fontos szereplő, de hogy van valami nagyon különleges a a, a vérben, amitől egy nagyon konok és nagyon. <laughs> egy, egy olyan figura, akitől úgy, úgy érzed, hogy miért gondolják sokan azt róla, féltek, nem is teljesen alaptalanul, hogy hogy egy ilyen, egy ilyen kiszámítatatlan figura, vagy hogy vagy akár valaki meg is ütheti vele a bokáját, de hogy közben pedig egy nagyon ragaszkodó, nagyon hűséges, és ilyen szeretetteljes, és szeretetet kereső, és szeretetet adni is tudó figura bontakozik ki a, a, az igen. ő alakításában. Igen, igen, igen. Véggyöngyfél egyébként maga is árvaházban nőtt fel, és nagyon kevés igen. ezen kívül a, a, az ő film a száma. Azt hiszem, hogy előzőleg egy olyan csó filmben volt ugye, egy háttérszereplő, nem is tudom, azon kívül szerepeltem állásban. Igen, igen, ugye Mészáros Márta a részben amatőrök, amatőr színészekkel forgat ezt a filmét, és Berek Kati pedig egy színházi színész volt, tehát ő professzionális, profi. És igen, maga Mészáros Márta is hasonló háttérrel rendelkezik, tehát neki, neki az édesapját, ugye a, a koncepciós pernek következtében kivégezték, az anyja is elhunyt. A családjuk akkor épp a Szovjetunió, Szovjetunióban élt, és, és ott ott élt intézetben. É úgyhogy. Uh -huh. Úgyhogy ő, ő, is, ő is hasonló hasonló környezetben nevelkedett, és ezért is nagyon fontos sok filmjében az, hogy hogy intézet is szereplőkről szólnak a, az ő filmé, szóval, ha nem is, nem is egy ah. így jöttem film feltétlenül a, az örökbefogadás, de, de hogy az önéletrajzi elemek azért elég erősen ö, jelen vannak benne, vagy legalábbis azok a tapasztalatok, és azt hiszem ezért is tűnik igen, ilyen igen. nagyon nagyon hitelesnek, és... Ö, és természetesnek az, ahogy ábrázolja ezeket a közegeket, akár az igazgató réteget, akár magukat, a, az intézetiseket, a, a, amennyire beletekintünk az ottani életbe, eh, ahogy a, a társadalom viszonyul hozzájuk, ahogy ők viszonyulnak a társadalomhoz, van az a levél, amit felolvas az egyikük, amit az édesanyjának írt, és ami, ami tele van haraggal, és és csalódottsággal. Igen. Tehát, hogy ezek mind ilyen nagyon nagyon életszagú uh, pillanatok, amik uh, amiket biztos meg lehet külön is írni, csak így empatikusan, de hogy, de hogy azért sokat számít az, hogy hogy Mészáros Márta ezt belülről tapasztalta meg, és, és látta ezt a világot. Uh -huh, uh -huh. És ha hát nem is beszélve a naplófilmekről, amelyek meg aztán egy az egyben a az Tehát igen, hogy oh, hanem is egy így jöttem filmmel, de így szépen elosztva a filmográfiájában a <laughs> <nem, gül> feldolgozta a saját történetét. <laughs> igen. igen. Szóval Remélem, igen ez nem hogy az, szinten... az Aurora egy idősasszony asszony a főszereplője, tehát így mindig a megfelelő lércok, azonban valószínűleg a megfelelő téma. találtak. Igen. Mert hogy nem tudnál a hangot. Igen, igen. igen. Uh... Szerintem szóval igen, hogy ennek a filmnek azért elsősorban ennek a, a két főszereplőnek a kapcsolata az, ami miatt szerintem nagyon-nagyon erős és nagyon jó, és és tényleg az a meghítség, ahogy, ahogy egyrészt ábrázolja őket, és másrészt, ahogy a, ahogy a két színész két, két is, is alakítja ezeket a figurákat. Érdekes, hogy a dialogoknál többször éreztem azt a film során, hogy picit olyan monoton a hangkordozásuk, nem mindig olyan nagyon természetes, picit mm -hmm. az a fajta mm -hmm. ilyen igen. magyar filmekre néha jellemző utószinkronos párbeszéd, ami, ami nem feltétlenül tűnik természetesnek. E és emiatt is néha én is úgy éreztem, hogy mondjuk nem tudtam a Katánál, hogy ő akkor most mennyire e tehát ehhez a zárkozottsághoz szerintem ez is úgy hozzá, tartozott, hogy, hogy, magáról a karakterről is nem feltétlenül tudtam így mindig ítéletet alkotni, viszont, viszont rengeteg olyan jelenet volt, ami pedig nem a nem párbeszédes, vagy csak egy-két szó hangzik el, és ami pedig ilyen végtelenül emberi, és ilyen végtelenül uh, emberséges, tehát uh, talán az egyik kedvenc hm. az egész filmben az, amikor uh, az amikor a, a, a kata elmegy egy, egy rendezvúra a Jóskával, és a Jóska nem jelenik meg, uh, és ja, akkor uh, elkíséri őt oda a, a, az Anna is, és ugye a, eleinte még egy ilyen egy másik asztalnál ül, és onnan figyeli a, az egyedülülő nyilván így teljesen megszégyenül, de közben így magát tartó yeah. katát, és akkor így oda yeah. megy hozzá, és, és, elkezdi vigasztalni, és akkor így elkezdenek így, így csendben peregni a, katának a könnyei, és akkor így magához vonja, meg így, meg így vigasztalja, és hogy ott, ott, mind a két szereplőnek így nagyon, nagyon érzékletesen van ábrázolva az, hogy mi megy, mi megy végbe bennük. Tehát, hogy tele van ilyen jelenetekkel a film, ami miatt nem tudok igazán Tudom, haragudni azért, hogy néha egy picit olyan, olyan mesterkértnek éreztem egy-két párbeszédnek a, a, párbeszédben így a szereplőknek a hangkortozását, mert hogy közben meg, közben megtele van ilyen, 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 szuper pillanatokkal, amikor a kamera is én egészen közel férkőzik hozzájuk, és így ilyen egészen intim közelségbe kerülünk az ő az ő ilyen védésdat szövetségükhöz. <laughs> Egyébként értétek veled, hogy én is úgy, úgy, úgy ültem fel a film elől, hogy azt gondoltam magamban, hogy na ez tipikusan az a film, amit egy hétköznapi film kedvelő vagy filmnéző biztos, biztos úgy értékelne, hogy na ezért nem szereti a magyar filmeket, mert ilyen szimpadiasan beszélnek a szereplők, vagy hát igazából nem mm -hmm. beszélnek ebben a filmben, hanem tényleg ilyen ahogy te is mondod, ilyen monotóniával valami olyan Hangsúlyozással, olyan hangkordozással, ami nem egy természetes beszédstílus. És mm. euh, én is elgondolkodtam ezen, hogy hogy ez vajon mennyire volt egy tudatos döntés, vagy így esett. De igazából én elég hamar túltettem magam ezen, szerintem mm -hmm. én jobban túltettem magam rajta, mint te, vagy lehet, hogy végül is nálad is ezen a mm. ponton hogy átfordult, de ezen a ponton kb. Meg átfordult bennem ez a film. Igen, igen eleve jobban ki is nyílt a két szereplő, tehát sokkal többet látjuk őket egymással úgy Igen. viselkedni, hogy jobban nyíltabban játszanak. De attól függetlenül is azt gondolom, hogy ez egy akár tudatos döntésnek is, vagy egy, egy jól használt eszköznek is tekinthető. Nagyon, én nagyon szeretem, sőt kifejezetten élvezem és, és, értékelem, meg rajongok a filmeket, amelyek ilyen hasonló módon én eddig a szerep magyar nézők elé amelyben a szereplő uh -huh. maga egy ilyen nehezen megfejthethető bezárt doboz, uh -huh. és a film során nagyon apró gesztusokkal, meg aprócska érzelmi kifogadásokkal Igen. nyilvánul meg a szereplők belső lelki világba. Sokkal jobban tudom ezt a fajta filmkészítést értékelni, mint a Hollywoodra sokkal inkább jellemző teljes nyíltsággal játszó színészetet, meg a teljes nyíltsággal lezajló dramaturgiai éveket, Például egyébként a Nomadland egy jó példa arra, hogy, hogy a Chloe Zhao nagyjából ugyanezt a fajta ilyen zárt lelkilegű uh -huh. szereplőket hogyan ábrázolja, és mik azok az aprócska momentumok ő nála is, amelyek aztán kinyitják ezeket a lakatokat ezeken a szereplőkön, csak ott azért megvan az egy-két momentum, ami sokkal egyszerűbben befogadhatóvá, vagy még inkább halibúdifájt teszi ezt a, ezt a dramaturgiát. De például nagyon jó példa, most nem akarok spoilerezni, mert még a magyar mozikban nem megy, de a Drive My Car, a Ryusuke Hamaguchi filmje, na az pontosan ugyanilyen szereplőkről szól, mint ez a kettő itt a, a, Aha. A, a az erőbefogadásban és ott is így a harmadik óra végére már új újjongsz, amikor valami apróságot látsz tőlük, megnyilvánul tőle, hogy <laughs> szóval az kifejezetten szerintem egy egy, egy ilyen végletekig, meg tökéletesen, és és, a, a, és gondosan megvalósított megoldása ennek a fajta dramaturgiának, amit Igen. az örökbefogadás is csinál. Igen, igen. Nem, teljes mértékben egyetértek, és igazából engem se zavart már a film nagy részében ez a a, az előadás módja abszolút nem, nekem sem okozott már problémát. És igen, tök jó, hogy ezt említed, és tényleg nagyon izgalmas tud lenni ez a fajta szereplői zártság, és, és sokkal nagyobb hatása tud lenni annak az egy-egy apró, apró, ilyen megnyílásnak, amit <laughs> látunk ilyenkor a szereplőktől. Nekem is most eszembe jut egy-két példa, akár a Never Rarely, Sometimes Always, ami, ami ennek a, a tínédzser <laughs> oldaláról mutat be egy hasonlóan zárt szereplőt, vagy, vagy ha nem is a zárt, de, de egy ilyen fókuszált figurát, aki igen, ne, igen. nehezen, aki a, a, a film sem, film is minimális eszközökkel enged hozzá közel, de mégis nagyon közel lehet hozzá kerülni, vagy akár a, a, az Agnes Vardának a, a filmjei, amik, amiket mondjuk megnéztünk már mi is a, a MagFold Podcast igen. keretén belül, vagy akár, vagy akár azon kívül is, tehát hogy szerintem azért sok a hasonlósága Uh, nyilván egy picit lehet ilyen leegyszerűsítő, hogy na akkor a kornak a két nagy jelentős európai rendezője, akkor sok a hasonlóság, de hogy de hogy de Szerintem hogy ez azért azért ezek nem tudatosan, azért meg a péld... nem egy igen. Mondj csak, mondj csak, mondj csak. Ne, nyugodtan. Csak arra gondolok, hogy nem tudatosan, meg nem egymásra hatással látok ezek a rendezőnök ilyenni, csak azt gondolom, hogy az lehet az összefüggés, mert azért tényleg annyi a film, amit én láttam, az is azért dokumentarista jellegű, tök sok az amatőr szereplő, nagyon hasonló Igen. az is, megint tehetjük ebbe a Nomadland m -m -m a Vagabond meg az erőbeforrás háromszögben ezt a három filmet igazából, ez nagyon hasonló sok tekintetben, ők a nőkhöz meg a szereplőikhez állnak, meg ugye a három rendezőnek is a stílusra nagyon hasonló, és ezek nem azért vannak, mert mert hogy ez egy ilyen divat hullám volt abban az időszakban, most legalábbis a két múltbéli filmnél maradva, mert a volt most már jelenkori film, hanem, Azért, mert az lehet szinte a nögöttes motiváció a rendezőknél, hogy szeretnének beszélni női szereplőkről, szeretnének beszélni női uh -huh. karakterekről, meg női drámákról, és tisztában vannak azzal, hogyha ezt olyan érzelmi nyíltsággal tennék meg, ami egyébként a film nyelvében amúgy magától értetődő lenne, uh -huh. akkor az úgy érződhetne, hogy most ez egy ilyen kiáltvány, vagy ez egy, uh -huh. egy ilyen figyelemfelkeltés, vagy figyelemfelhívás, hogy vegyük már észre a női szereplőket, egy ilyen, egy ilyen könyörgés akár, hogy, hogy itt vannak a női szereplők, is, és, és kérlek figyeljetek, vegyetek már őket észre, de nem ezt választják, pont azért, mert tudják, hogy ez a fajta túlzott nyíltság, ez a, ami a filmben egyébként szerintem általában túlzóan nyílt, tehát a legtöbb... Uh -huh klasszikusan befogadható film az, az az jóval nyíltabban ábrázolja a szereplők lelkében mint ahogyan általában egyébként az emberek a valóságban uh -huh. externalizálják értelek. az érzelmeiket. És, és, és hogy ez valószínűleg azt érezték ezek a rendezőnök, hogy ha most ezt az, ezeket az eszközöket alkalmaznák, akkor az gyengíteni az értékét annak, amit csinálnak, és inkább uh -huh. kelljen megdolgozni a szereplőkért, mert most ők uh -huh azt szeretnék, hogy mi dolgozunk meg ezeket a szereplőkért, hogy legyen erőfeszítés az, hogy megismerjük őket, és tegyük bele mi is a munkát, hogy foglalkozzunk velük. Ez nagyon tetszik, igen. Egyébként a korban rengeteg kritika született tényleg az örökbefogadásról, amely ezt a mm, érzelmi hűvösséget fogalmazta meg, vagy kritizálta. Most jó, a rengeteg az túlzás, hiszen eleve nincsen egy ilyen óriási, nem jártam be a Szégyennyi Kölytárból végigobos nézőségi kritikát a filmről, de egy, amit találtam, egy, egy, egy cikket a uh, jóval későbbről, uh -huh. a film megjelenése után több hónappal, abban idéz a szerző, ez a filmkontúra újságban jelent meg, idéz a szerző más kritikusokat a korból, akik pont ezt Aha. mondják, tehát azért elég sok, elég sok név felmerül így, akik uh, szóvá tették a filmnek ezt a Mm, úgy fogalmaz az egyik szerző, hogy a folyamatok érzelmi átérésének a lehetőség az hiányzik a filmből, hiányzik az az erő, ami bevonna minket a műkörébe, más szavakkal, ahogyan a szerző fogalmaz, és, és tényleg ez, megértem, hogy ez egy olyan dolog, ami tűnhet hibának, vagy rendezői tévedésnek, vagy színészi hibának akár, de mondom, most, hogy már én ugye a Agnes Varda filmek, meg a Chloe uh -huh. Zhao filmek, meg a szűrőjén keresztül tudom ezt nézni, én azt gondolom, hogy ezek sokkal tudatosabb döntések annál, mint amit itt a kritikusok feltételeznek. Akkor a kritikusok feltételeztek. Igen, és, és egyébként a színészeknek is sokkal több muníciót adnak. Tehát, hogy én szerintem színészként is adott esetben sokkal izgalmasabb lehet eljátszani egy ilyen szerepet, megformálni olyas valakit, aki nem feltétlenül adja ki dialógusban, vagy ilyen nagyon látványos érz, nem tudom, gesztusrendszerben minden egyes érzelmét, és nem uh a néző felé, hanem ezeket a, ezeket a, nagyon erős belső drámákat, vagy dilemmákat, vagy helyzeteket, ezeket úgy ábrázolni, hogy az hogy annak egy része belül maradjon, de úgy, hogy közben a néző az, az az le tudja olvasni a, az adott, az, adott, érzéseket, vagy, vagy hogy egyszerűen meg tudjon fogalmazódni a filmen belül az a konfliktus, amin, amin keresztül megy a szereplő, szóval, hogy ez, egyrészt, hogy az, az, az élethez is közelebb áll, ahogy mondtad, ez egy, ez szerintem egy tök jó megállapítás. Másrészt pedig, másrészt pedig azt szerintem színészként is egy, 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 sokkal izgalmasabb kihívást tud jelenteni. Ez igaz. Erre nem is gondoltam, de ez biztos, hogy igaz. Ja, mert hogy ettől még azok az érzelmi folyamatok, amik a papíron ott vannak, meg a karakterben benne vannak, azok, azok lesz, le kell, hogy zajlódjanak a színészben is. Tehát bár nem fedetlen ül ki minden az arcára úgy, ahogyan általában nem vagyunk egy filmtől, uh -huh. attól még a, szereplő, a színészben, igenis ezek, ezek, ezt neki végig kell gondolnia is, és át kell élnie ezeket az érzelmi uh -huh. változásokat, érzelmi folyamatokat, mert, mert csak úgy lesz hiteles az alakítása, akkor is, hogyha egyébként mondom, amit mi látunk, az ebből jóval kevesebb, és jóval nehezebb lesz nekünk. Igen, igen. És egyébként meg, egyébként meg Egyébként nem kimutatni valamit a filmbásznon, mm -hmm. ami éppen zajlik bennünk, mondjuk egy, egy ilyen belső összeroppanást, vagy egy valamiféle vihart, vagy, vagy, vagy kavargó érzéseket, azt nem kimutatni, vagy, vagy, hogy ha, vagy azt érzékeni, hogy a szereplő az nem akarja ott és éppen kimutatni ezeket, az, 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 sokkal hatásosabb tud lenni, mint egy ilyen yeah. teátrális összeomlás. Tehát hogy ebben a filmben is a Katának több olyan jelenete van, ahol szembesül mm -hmm. a, a Jóskának a a, az ilyen kényelmes kettős játékával azzal, hogy, hogy végig így, így karnyújtásnyira tartja és kihasználja azt, hogy, hogy van egy ilyen szeretője, de igazából nem kell elköteleződnie, és nem kell ott hagyni a feleségét se. És, és ahogy újra és újra belefut ezekbe a pofonokba, a, mi minden egyes alkalommal látjuk rajta azt, hogy, hogy, ez mennyire megviseli őt, annak ellenére, hogy egyébként tényleg nincsenek ilyen nagy kifakadás vagy, vagy kiborulás jelenetei. Tehát a, az jelenet, amit még az adás elején emlegettél, amikor a, a, Jóska hazaviszi magával ami a, a, feleségéhez egy ilyen írtózatosan húzást, tehát tényleg egy félelmetesen érzéketlen húzás a fickótól, hogyha hazaviszi a szeretőjét a feleségéhez, és, és, a, és, és hogy ott, ott igazából kívülről nézve megint csak ilyen ér, szinte érzelmek nélkül viszi végig azt a jelenetsort a, jelenet a, a berekkati. de hogy közben Igen. ennek a két nőnek a beszélgetéséből is a, a, tök sok minden látszik úgyis, vagy, vagy át tudjuk érezni azt, hogy vajon mit érezhet akkor a a, Kata, annélkül, hogy Akata olyan nagyon különösen ott eljátszaná azt, hogy ő ott éppen én nem tudom, meghasonlik önmagával, vagy így, vagy így, vagy így összetör. És közben tök érdekes, hogy, hogy mennyire felvázolott abban a jelenetben egy másik sorsot is, ezt is említetted, hogy ott, hogy ott megmutatja a kontrasztot, hogy itt van, ez a, itt van ez a házi asszony, aki igazából lett egy szeretett volna magának egy, nem is lehet egy karrier, de munkát, vagy valami mást, amiben így ki tud teljesedni, vagy ahol közösségben van, vagy hogy mást is csinál, de hogy igazából magához kötötte őt a Jóska, mert neki így kényelmes, és, és ő pedig mivel a társadalom az ezt kívánja, meg ő is valószínűleg ezt tanulta otthonról, ő így beletörődve, akkor ő lesz otthon a, a, a háziasszony, még azután is, hogy a gyerekek már igazából majdhogy nem kirepültek a házból. Igen. És akkor még, még egészségletesebb nagyon... a különbség köztük. És van is ott egy ilyen nagyon, De... nagyon árnyalt, vagy visszafogott kis apróság a színész játékában, uh -huh hogy amikor a kata mondja neki, hogy hát de már felnőttek a gyerekek, igazából miért nem munkába, akkor van egy rövid pillantása a másik szobában ülő férjére, a kamera itt nem is vág a, uh -huh. a jóskára, tehát nincs egy ilyen nagyon egyértelművé téve, hogy most a feleségre ránézett a férjére, hanem csak egyszerűen felnéz egy pillanatra, és mi tudjuk a korábban már, már lefektetett ilyen geometriából, hogy most akkor akire néz az a férje, hogy, és akkor az annyit mond, hogy e, igazából, ja nem is. Ott, ö, ott az hangzik el, hogy hogy mondja, hogy hogy is van a beszélgetés, nem tudom, de hogy aztán már nekem lehet, lehet, hogy meg is szólal a képen kívülről ott a Jóska, és mondja, hogy á, van itt elég munka itthon is. Igen. És akkor igen. azon, azonnal igen. vált a nő, és azonnal izé, egész addig úgy hangzott, hogy azért igazából érdeklődik az ajánlat, hogy visszatérjen, vagy elmenjen, a, uh -huh. elmenjen dolgozni, és akkor megszólal a férje, és akkor erre, erre rögtön így vált a nő, és azt mondja, hogy á, igen, igazából van itthon elég munka. És így nem hallani az a hangjában egy szemelnyi meghunyászkodást sem, vagy ilyen félelmet, uh -huh. vagy ilyesmi. Itt is úgy Mészáros Márta, itt is ilyen visszafogottsággal és, és mértékletességgel él, de mégis benne van minden abban a kis gesztusban, ahogyan ránéz a férje, meg ahogyan ez kimondja, hogy tudjuk, hogy most itt egy olyan nőről van szó, aki nem rendelkezik azon az önállósággal, mint a kata. Igen, nekem végig, egész filmben nagyon tetszik, ahogy a, ahogy a különböző szereplők konfliktusokat kezeli a, a Mészáros Márta, meg a forgatókönyvírók is. Ugye em, nem tudom, nem emlékszem, említettük-e már a. Hú, tényleg. Említettük-e már, hogy Hernádi Gyula és Grünvaski Ferenc voltak a, a társforgatókönyvírói ennek a filmnek. Tehát, hogy nagyon, nagyon, nagyon tetszik, hogy mindig a sokkal kisebb léptéket választja ezeknek a konfliktusoknak a bemutatásához a Mészáros Márta, mint ahogy akár gondolnánk, és így azt is el tudom képzelni, hogy tényleg valaki azt mondja, hogy itt igazából itt így, nincs, nincs, nincs semmi ebben a filmben, ami igazán ilyen kiélezett helyzet lenne. De nekem nagyon tetszik az is, hogy a, igazából az egyetlen ilyen komolyabb súrlódása két főszereplő között, még, a, még az ő megismerkedésüknek a, az eleje felé, amikor a amikor az Anna ö, elviszi magával a, a, az ő barátját a, a katához, és akkor ott bezárkoznak a, a szobájukba, ö, és ö, akkor ott a kata úgy be is kopogtat hozzájuk, úgy valamit egy akar is tőlük, tehát hogy úgy érződik, hogy, hogy ő, ott, ő ott egy picit, mintha meg akarná egy szakítani ezt a, ezt a, ezt a légy ottot, akkor ugye mesterenül nyitja ki az ajtót az Anna, amiben van egy ilyen kis dac. É, és utána, utána, miután, miután kijön, akkor már nem is remékszem, hogy pontosan mit mond neki, de, de akkor, akkor így felpofozza az a okay. é, mm. És hogy ebben a kis sorban is így tök jól benne van az a, az a fajta ilyen talán féltékenység, ami ott a katában feltámad a, a, fiatalabb lány iránt, akkor a lánynak így a szülői autoritással szembeni azonnali elutasítása, hogy akkor ugye őt, őt már pofozták eleget, és hogy ő nem akar még egy szülőt és, és én nagyon kíváncsi voltam, hogy a filmnek mennyire lesz mennyire lesz domináns mondjuk ez a fajta konfliktus, vagy hogy lesznek-e ilyen nagy drámai pillanatok, ahol így ez a, ez, a, két szereplő így, így úgy ütközik össze, hogy mondjuk mondjuk nem, 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 nem lesz többé fenntartható az a, az a az az állapot, ahol így befogadta magához a, a de igazából nem lesz később ilyen pillanat, tehát ezt, ezt ugye el tudják rendezni magukban némi idő elteltével ezt a, ezt a konfliktust. Igen. Tehát ez is egy ilyen természetes dolog, hogy így, hogy így a, a kapcsolatok elején kialakulnak ilyen kis ellentétek, meg neheztelések, meg, meg sértődések, de aztán, aztán ezeket úgy tudják, el tudják rendezni magukban, és szerintem csomó ilyen, Ilyen kis, kis konfliktus van a filmben, ami, ami lehetne ilyen sokkal drámaibb, meg sokkal vé, végérvényesebb is egy hagyományos vezetésű forgatókönyvben. Meg lehetne egy ilyen óriási, már-már már romantikus gesztus is ennek a feloldása, ahol hosszas. Igen, hosszas, nem is tudom, egy külön lét után az egyikük végül is bocsánat ér esedezik, és a másik pedig nagy nehezen mm -hmm. uh de itt szó sincs ilyesmiről egészen, egészen tárgyilagosan kért végül bocsánatot, azt hiszem akart, ha jól emlékszem a filmben. Igen, igen, igen. Egyébként pedig azzal is sokat hozzátesz, vagy hozzájárul Mészáros Márta ahhoz, hogy sikerüljön ezekre a szereplőkkel ennyire mennünk, hogy tényleg nagyon bezárja a filmet az őket, a lelki világába. Ez megint olyan, hogy olvastam a kritikában itt, amit a Filmkultúra magazinban sokan emlegettek, hogy nem is ismerjük meg igazából a katának, hogy a környezetét, a munkahelyét se, de találkozunk a munkatársaival, meg semmi, de az a helyzet, hogy ha megnézed a filmet, és hogy hogyan rendezte meg a Mészáros Márta, akkor ez teljesen egyértelmű, hogy ezt tudatosan Igen. így van megcsinálva. Há, pontosan, hát ez egy elszigetelődött magányos nő, aki, aki, itt, aki itt találkozik egy ta, találkozik valakivel aki akivel egy kapcsolatot tud létrehozni és ami megerősíteni benne azt hogy ő szeretne ilyen közelebbi kapcsolatokat ugye ebben az esetben valakivel akit ő, ő nevelhet fel tehát hogy ez, ez, ez telj, ja. teljesen teljesen egyértelmű igen <laughs> és hogy főleg a félnek a későbbi szakaszában de egyre inkább Sokat alkalmazza ezeket a szuperközeliket is a Mészáros uh -huh. Márta, hogy tényleg betölti a képet a szereplő arca, és így kellemes, kis elhomályosulott háttér előtt látjuk a szereplők arcát. Tehát tényleg még így. Tehát minden jelentéktelené válik a képben, kivéve a főszereplők arcát. És az a minimális kis érzelmi játék, amit engedélyez a színészének Mészáros Márta, az így. Betölti a képet, és csak arra kell tudnod koncentrálni nézőként, és azt kell tudnod megfejteni. Az egyetlen dolog, amire szabad koncentrálni, vagy lehetséges koncentrálni. És ez is így egy idővel végül is így megdolgozza a nézőt, és megdolgozik a nézőnek a, 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 a figyelméért, perempátiájáért, hogy hát csak ezt tudod nézni, csak a szereplők arcát tudod figyelni folyamatosan. Bőven, bőven, igen, és ezért, ezért nem is értem azt, a, azt az elemet is, hogy ez egy hideg film, vagy egy zárt film lenne. Tehát ja, azt ja. szerintem ez egy annyira, ja. annyira meghittés, mehegszívű és ilyen érzelmekkel teli film, akkor is, hogyha a szereplők nem feltétlenül mutatják azokat ki ilyen hatalmas gesztusokkal, vagy mimikákkal, de hogy ezekben a ezekben a az ilyen túlsatokban, meg, meg egészen közelékben, ahol, 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 így egymást áttölelik a, 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 szereplők, akár a két főze, főszereplő, akár a Kata és a Jóska, akár a Sanyi és az Anna, tehát hogy ezeknek a szereplőknek Igen. a testi, a fizikai interakciói, az ölelései, a, a, az összebújásai, a párbeszédei, ahogy egymásra mosolyognak, tehát hogy ezek, ezek szerintem annyira, annyira ilyen vonzó és 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 tényleg ilyen jó melegérzést keltő kis, kis, viszonyok és, és kis, kis, kis kötődések, amik, amiket én nem tudom, hogy hogy lehet így, 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 kívülről nézni. Szóval nagyon nehéz így kívülről szemlélni, Igen. vagy, vagy nagyon nehéz elképzelni, Igen. hogy ebben ne vonódjunk be. Igen, biztos, hogy a legesleges -leges legjobb szó erre, amit korábban használtál, hogy ez a film intim. Mert tényleg még a, az Anna, meg a, aztán a Péter volt a nem elég szám, vagy Sanyi, 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 igen. igen. Ö, még az ő ilyen kis együttlétüket is egészen naturalista módon ábrázolja a Mészáros mm -hmm. Márta, de nem erotikus, amit látunk, de intim. Igen. És aztán ugye látjuk, igen, ahogyan, ahogyan így hálóköntösben, vagy mesztelenül unyítja ki neki a, a, a katának az ajtót az Anna, az sem erotikus, de de, de tárgyilagos. Tehát, hogy a, felhasználja ezeket a dokumentumfilmes eszközöket, amiket szintén mondták korábban, hogy megteremtse ezt a néha tárgyilagos, néha meg pont, hogy euh, néz, a, a szereplő iránt mm, érzékeny képeket a Nézáros uh -huh. Márta, amelyek, például amelyek, amit mondtál, ezek a túlsátok, amikor így a a, elmegy a Randira, vagy beszélni a, a, a Jóskával a Kata, és akkor nem jelenik meg a, a Jóska, és akkor utána egymás mellé ül a két főszereplőnő, azonnal is Kata, és Igen mosolyogva beszélgetnek később, ilyen montásszerűen, tehát hogy a zenei aláfestéssel, de be, ha, ha, azért dialogus nélkül. Na, azokat meg ilyen telefotó, teleobjektívekkel veszi fel a Mészáros Márta, ami szintén egy ilyen dokumentumfilmes megoldás, hogy viszonylag messze ül a kamerás, de azért mm, közelről látjuk a, tehát mm, kicsi képkivágatban látjuk a szereplőket, ilyen túlságban, ahogy mondod, és nem is nagyon, ott is így áll van havályosulva minden az előtér is, meg a háttér is a szereplőktől távol is, meg előttük is, és hogy csak a kettő szereplőre figyelünk, és mondom még a, a, a beszélők is le van halkítva, és ez totál bevonja szerintem is a nézőt, mert mert hogy az a kamera hogyan így követi őket némi mozgással is időnként, így csak a nézőre, csak a, csak a szereplőre hagy fókuszálni, csak a, az ő kettejük arcát tudod követni, és az a mosoly, amit látsz rajtuk, azok az aprócska kis reakciók, amiket egymásnak a gesztusaira adnak, ez annyira intimmé teszi ezeket a képeket. Semmi más nincs a kép fókuszában, csak ez, csak ez az intimitás. És van az élet, amit már említettem korábban, csak így még egyszer fel akarom hozni, mert így nagyon nagyon izgalmas volt, a, amikor az étteremben beszélgetnek együtt, és, és ott az étterem egy másik asztalánál, meg ott van egy férfi társaság, és így, és így a kamera elkezdi ezeknek a férfiaknak az arcát venni közelről, ahogy, ahogy figyelik ezt a két nőt, és így nem tudom, szerintem azt a, azt a jelenetet így rommá lehetne elemezni, így a, a female meg a male meg a, nem tudom, az aspektusán keresztül, <laughs> hogy így a, ugye a ka kamera mint a, mint a, női tekintet, vagy a férfi tekintetnek a, a, a megtestesítője, mert hogy ott szerintem annyira izgalmasan ö, ötvözi, vagy így választja szét ezt a a Mészáros Márta, hogy itt a férfiak hogyan figyelik őket, és hogyan kezdenek el így legyeskedni körülöttük, és hogy egyébként viszont a kamera pedig nem úgy nem tudom, vizslatja a, 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 a két főszereplőt, mint ahogy, a, mint, ahogy ezek a férfiak, de hogy végig, végig, nagyon lejön ebből a jelenetből, hogy, 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 hogy ez a két nő most így nem, nem akar így hogy mondjam, tehát kizárja, kizárja, a külvilágot, és a külvilág részeként kizárja ezt a, ezt a férfi érdeklődést, vagy ez a férfi vágyakat, vagy a férfi kezdeményezést Igen. is, mert, mert ez a jelenet most csak így róluk kettőkről szól, és arról, hogy ők, ők most így egymásnak mit jelentenek, és, és tök érdekes ennek a filmnek a snittelése, és az, hogy hogyan mutatja be azt, hogy milyen kívül marad mi ezen a, ezen a kis világon. <hül> Igen. És ez is ezeket is de, de csak, csak a vizuális történetmeséléssel uh -huh. közvetíti Mészáros Márta. Nem kell oda mennie egy srácnak, hogy megpróbáljon flörtölni a csajokkal, és nem kell a csajoknak lepartintani a srácot ahhoz, hogy a néző értse, hogy most mit történt itt a jelenetben. Uh -huh. Nagyon is okosan megoldja ezt Mészáros Márta. Igen. Igen, és, és, hasonlóan, én, én is rettenetesen élvezem azt, hogy mennyire, mennyire, minimális eszközzel, mennyi mindent el tud mesélni pusztán azáltal, hogy, mi, hogy mindannyian ismerjük ezeket a szituációkat, még ha nem is vedetlenül éltük át ezeket, és hogy nem az, hogy bele, beleolvassuk, vagy rávetítjük a, 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 szereplőkre, de hogy, de hogy egyszerűen ezek ilyen nem is shorthandek, hanem, hanem elegendő eszközök ahhoz, hogy, hogy ott megszülessenek ezek, a, ezek az érzések, vagy ezek a, ezek a helyzetek. Nagyon-nagyon jó jelenet sor szintén a, film végéről az esküvő jelenet, ahol végül össze tud házasodni az Anna mm. és a Sanyi. És, és, és imádtam abban azt, hogy hogy egy csomó mellékszereplő kap egy olyan kis pillanatot, amikor, amikor csak őket és az ő reakcióikat figyeljük meg. Tehát azt, hogy a, a többi intézet is lány hogyan reagál arra, hogy közülük valakinek sikerült így kilépnie az intézet falai közül, és sikerül sikerült igen. megtalálni a boldogságot, vagy így, vagy így átlépni egy következő életszakaszba, és hogy, és hogy ott, ott egymás vállára borulva szokog, és, és, kiborulnak, és, és nyilván a, hát a saját életük, életüket életükkel hasonlítják össze azt, hogy mi történt a, az Annával, vagy az, hogy most akkor el fognak tőle búcsúzni, mert szerették, tehát hogy hát igen, minden van, az az azokban a jelenetekben. Igen, igen, igen. Bőven benne van, hogy az Anna már egy viszonylag idős lány, és akkor rá biztosan így hmm. úgy tekintettek, mint aki tud rájuk vigyázni, vagy így, így elnéznek rá, és most értelem nem lesz ott többé, mint egy idősebb nővér, aki elmegy a, a szülői házból, és, és ezek tényleg annyi minden benne van, és csak, csak képekben, tehát így dialogust itt nem is hallunk egyáltalán. Igen. Igen, és... Ja, most csak le, le, nem tudom, mennyire szaladjunk már oda előre, de lehet, hogy most akkor most kérdezem, hogy mit szóltál ahhoz, hogy mi az a, az a két kép, amivel elbúcsúzunk a két főszereplőtől. Nem ugyanabban a jelenetben, de hogy van a két, Jajjá. tulajdonképpen záró kép a két főszereplővel. Szerintem mind a kettő nagyon-nagyon érdekes volt, hogy így mit, mit jelentettek számodra. Igen, nagyon tőlem, nagyon érdekes volt, és nagyon nem hagytak nyugodni, vagy hogy fogalmazzak. Hmm. Nagyon váratlan húzás volt, hogy azt hiszem az annak az volt, ugye, hogy igazából egyből összeveszett az esküvőn a Sanyival, nem? Igen. Igen, igen, és, igen, és igen. Ott, egy ott, ott, Váratlan, tehát nem, nem kapunk egy ilyen nagyon happy endet igazából. Igen. Igen, igen, mert ott, hogyha. Hát ki tudja, hogy min, min, szorongott éppen be az Anna, hogy lehet, hogy azon, ahogy a, ja. a, tényleg ott a, a, a többi intézet is el, akkor, akkor lehet, hogy ő is egy kicsit visszakerül abba, abba a mentalitásba, vagy abba hmm. neki is elkomorulott a kedve, és akkor a Sanyi pedig úgy próbál, próbálna, úgy, próbálna úgy ölelgetni, meg úgy magához vonzani, és akkor tényleg ott, ott, úgy, ott úgy van egy, van egy összeveszés köztük, és így azt látjuk, hogy ott, ott áll a sarokban a, az ünneplő ünneplő, táncoló násznép mögött a, az Anna egy ilyen, egy ilyen komor és, és ilyen megviselt arc kifejezéssel, és hogy így, így tényleg azt, 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 mutatja a film, hogy azért ez nem lesz könnyű. Tehát, hogy hiába ez volt a nagy célja, hogy ő itt összeházasodjon, és igazából szerintem a film az azért azt érzékelteti velünk, hogy ez nem egy ilyen, nem tudom, kétségbe esett menekülő útvonal, ami kudarcra van ítélve, hanem tényleg úgy tűnik, hogy ez többen mondják így még az intézetből is, hogy így ez valószínűleg jót tenne neki, meg úgy azt látjuk, hogy ők tényleg úgy egy, egy jó pár, de hogy közben meg azért nem volt könnyű élete ennek a lánynak valószínűleg, és hogy azért nem lesz könnyű neki egy, egy, ilyen, egy ilyen házasságban léteznie, vagy így az intézet falain kívül se. Tehát, hogy yeah. hogy nem, nem engedel egy, tényleg egy ilyen teljes end, de hogy na hát akkor innentől megoldódott minden problémája. Ja. Yeah. Igen, ez is ilyen se és földhöz ragadt, tehát teszi, vagy azon a szinten tartja mm -hmm. ezt a filmet, inkább így fogalmazok, tehát véletlenül nem tudom, rugaszkodik el a valóságtól azzal, hogy összejön minden az és mostantól boldogság is minden megváltozik, hanem lehet, hogy most nem arról, tehát nem azt állítja itt a Mészáros Márta, hogy akkor igazából cseberből vederbe hullotta az Anna, vagy hogy mostantól olyan rossz élete lesz, mint mondjuk a Sanyi feleségének, és ezzel uh -huh. volt nem tesz ilyen deklarációkat, csak csak egy rossz pillanatot is látunk a kapcsolatukban, Igen. és a Sanyi nak ez a páványos állapota, vagy nem tudom, ilyen képe, a imázsa, az így leomlik, uh -huh. és és ugye a valóság talaján tartja ezzel ezt a befejezést uh -huh. a Mészáros Márta szerintem. Igen. A másik esetben, tehát a kata befejezése, az pedig szintén nélkülözi ezt az eufóriát szerintem. Itt ez, Igen. A, ez a lényeg Igen. valójában. Igen. Igen, tehát az, hogy az egész filmben azt várjuk, hogy ő, ő neki ugye hogy lesz majd gyereke, vagy hogy tudjuk, hogy mennyire szeretné, és aztán ahogy apránként úgy dönt, hogy inkább nem saját gyereket szeretne a, a jóskától, hanem akkor örökbe fogad valakit, amire figyelmeztetik korábban hogy többen is, hogy ez ez azért nem egy, tehát hogy ebbe, ebbe ne ugorjon fejes meg gondolatlanul, a, azonnal még a film elején egyszer azt is mondja, hogy csak örökbe ne fogadjon senkit, Hm. mert hogy annak ja. ugye nem, nem, nem lesz mindig sérültek a te hogy igen, igen, igen. És, és ugye mégis ezt választja és, és akkor tényleg, tényleg, ahogy mondod nem egy ilyen örömkönnyek közti óriási beteljesülés ez, hanem ez is egy ilyen tárgyilagosabb jelenet sor, ahogy, ahogy átveszi a gyereket, ott megint az arc az arc kifejezése alapján megint egy kicsit olyan zártabb nehezebben lehet megfejteni, hogy mit érez ott a, ott a kata ott is, mint hogyha már, 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 lenne egy picit a, hogy viszi a gyereket, hogy, hogy, hogy mint hogyha éreznénk, hogy azért ez, 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 egy nem tudom, akár fárasztó dolog is lesz majd számára, vagy nem lesz könnyű, ahogy hogy ott fut végig azon, a, azon, az úton, fut a busz után, tehát, hogy ez nem egy ilyen, es egy ilyen nem tudom, rózsaszín ködben úszó, de történet, hanem, hanem itt lesznek, lesznek olyan ez sok olyan hétköznap, meg olyan, olyan teendő a gyerekkel, ami... Megpróbáltatás is. Igen, igen, ami nem lesz könnyű, meg nem lesz egyszerű, tehát hogy ez is egy ilyen visszarángatja a hétköznapokra ezt a, ezt a boldog befejezést, a beteljesülést. Igen. Igen. És hogy a, attól, hogy ez a problémája megoldódott, hogy irizőles problémája itt a katának, hogy hogy a vágyott a szeretetre, és, és, és végül is sikerült befogadni a gyereket, ez végül is ezzel megoldódik. Ez nem jelenti azt, hogy mostantól minden gondja megoldódik, ugyanúgy zajlik tovább az élete, ugyanúgy tényleg lesz, lesznek felelősségei, lesznek nehézségei. Itt is a tárgyalagosság talaján marad Mészáros Márta, itt is egy ilyen dokumentum, filmesebb megoldást alkalmaz abban az értelemben, hogy, egy valódi életbe pillantunk be, amelynek nem feltétlenül van egy ilyen nagyon szép kis narratív íve, hanem most egy, egy, egy szakaszába egy ember életnek egy döntési helyzetébe belepillantottunk, ugyan, mm -hmm. de ezzel nem zárul le az ő története, és a képernyő, vagy a képernyő esétőlese után ugyanúgy zajlik tovább az ő élete is. Hm. Szerintem az még külön ki is emeli, az, hogy így megmerevíti a képet számunkra, hogy ezzel érzékeltesse, hogy itt most nekünk vége van a filmnek, itt most ne, neked véget ért, innen nem nézett tovább a filmet, de ő még fut tovább is után, meg még hagyjuk a buszt, uh -huh. hogy az elmegy. <laughs> uh <-huh. gül> és, és igen, tehát ezzel így szerintem még inkább megteremti ezt a hétköznapiasságát a, hétköznapi a szereplőinek, meg a történetének a mészáros márta, és még jobban hangsúlyozza azt, hogy, uh -huh. hogy itt nem, nem egy túl dramatizált helyzetről van szó, nem egy dramaturgiával átítatott történetről van szó, hanem, hanem embereket látunk, emberi sorsokat látunk kibontakozni. Nem is kibontakozni, hanem csak zajlani a medrükben. Igen. Igen. <laughs> Úgyhogy nagyon üdítőnek találtam ezt a filmet, és Mondom, én nem is. is olyan régen újra bemutatták ezt a, azt hiszem, hogy a Berlin Film és akkor még a Mészáros Márta is elment, vagy igen, el is ment erre a digitálisan felújított vetítésre, és akkor ő mondta, hogy és újra nézve is úgy gondolja, hogy milyen friss ez a film, ez egy mai film. És én is így gondolom, mondom direkt, nem is véletlenül emlegetem állandóan a Nomad et meg Lóri Zseót, mert tényleg azok az ő megoldása, hogy Mészáros a, Mész a uh -huh. forma nyelvi eszközei, ezek máig aktuálisak, és máig alkalmazott dolgok. A teljes mértékben, igen. igen. Úgyhogy én nagyon örülök, hogy megnéztük a, az örökbefogadást, és hát ahogy már sokszor a, a, az idei évadunk során, meg én most is megfogadtam, hogy jó, akkor majd szépen le kell ülni és megnézni Mészáros Márta többi jelentős filmjét is, és szokás szerint ki tudja, hogy ez, ez mikor és hogyan fog majd teljesülni a valóságban de, de az biztos, hogy, hogy most még, 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 még jobban szerettem az ő nézőpontját és filmkészítését, mint, a, mint az eddigi merítésem alapján. És nagyon hmm. kíváncsi vagyok. Igen. A, ha másra nem, akkor a napló filmjeire. Igen. Én is nagyon-nagyon kíváncsi vagyok azokra. És hasonlóan érzek én is, hogy de jó lesz majd még pótolni őt, ő továbbiakat. Hát most meg a lehetőség, hogy Criterion collection-os kiadást is vásároljunk. Tehát <laughs> lehetséges, hogy már a magyar kiadásban is megjelent the boz, mert ugye láttuk, hogy Szabó István filmjeiből is jelent meg. Uh -huh. Úgyhogy nem csodálkoznék, ha lenne DVD verzióban. Sőt, akár, akár Blu-ray is lehetséges, mert ez az örökbefogadás is 4K-ban ment a mozikban. Uh -huh. Úgyhogy nagyon jó, hogy ezek. Egyébként nem is bánom, hogy ilyen sokat jár, a 10. 12. év vagy kezdtünk bele a Vakfolt podcastnak a magyar filmek feldolgozásába, mert az utóbbi években dolgoz, új, újtották föl ezeket csupán. Igen. 2019-es az örökbefogadás is. Igen, igen. És azért nagyon jó ezeket ilyen, ilyen jó minőségben nézni. Igen. Én a hangon éreztem kicsit azt, hogy időnként, tudja, robotikus van már egy ilyen vibrálás, ami veszek abból fakad, hogy digitális utólmunkálatot elég sokat alkalmaztak rajta. Szerintem az ilyen kicsit gps tette a hangot, itt szintetizáltabbá tette. És ez nem az első alkalom az évadban, hogy ilyet figyelek meg, ez szerintem biztos, hogy az eredménye. De még ezzel együtt is sokkal jobban örülök, hogy itt látom ezeket a filmeket. Jól van. Maradt-e még benned bármi az örökbefogadással kapcsolatban? Nem, nem, nem. Nagyon szépen lezártuk szerintem benned. Rendben van. Bennem sem. Bennem sem szerintem elköszönhetünk, és jövő héten visszatérünk Fábri Zoltánhoz. A jövő héten szerintem arra. nem. Szerintem jövő héten oszkározunk. Ó, tényleg. Hát rohan az idő, Jézus úristen. Így van, teljesen igazad van. Az, hmm. az ötödik, pecsét című még mindig várni kell egy keveset, most már többször beharangoztuk a végén, aztán még mindig rájöttünk, hogy még mindig nem ez a film jön, szóval fokozzuk a, fokozzuk a feszültséget. Ja. Két hét múlva jön az ötödik pecsét, ha minden jól megy, és jövő héten pedig Igen. valóban az Oscar díját kapcsolódó saját adásunk, vagy a Vakfold díját adó lesz, ez ugye az a ez az éves különkiadásunk, amikor is nem csak a az oszkár esélyeket latolgatjuk, vagy az oszkárfilmeket, oszkár kategóriákat beszélget, hanem igazából megalkotjuk a saját jelöltlistáinkat, és azokon keresztül beszéljük meg, hogy szerintük ki fogja nyerni az oszkárt, kinek kéne nyernie, saját kedvenceink esetleg erősebbek-e bármelyik hivatalos jelöltnél. A Hivatalos kategóriák mellett lesznek saját extra kis kategóriáink, és ezt a véletőleg monstre általában ilyen minimum három órára rúgó adást, ezt tavalyi év gyakorlatának megfelelően ketté fogjuk bontani, és a fő kategóriákat azokat a rendes feedünkön fogjuk közétenni a ilyen vonalatti technikai kategóriákat, és a kis extrainkat pedig majd a Patreonon egy bónuszadás keretében fogjuk közzétenni. És euh, már csak azért is, hogy még minél több filmet be tudjunk pótolni így az Oscar Oszkárdiátadóig, ezért erre valószínűleg nem szerdán fog sor kerülni, tehát nem szerdán fog kikerülni az adás jövő héten, hanem hétvégén, szombaton vagy vasárnap fogjuk még természetesen az Oszkárdiátadó előtt, de ahhoz valamivel közelebb kitenni majd Igen. ezeket az adásokat. Így igaz, így igaz. Úgyhogy gyertek vissza a jövő hét vége felé is, hogyha kíváncsiak vagytok az Oscar díja átadóra, meg a saját uh -huh. jelöltjeinkre a 2021-es filmtermésből. Uh -huh. Természetesen És, uh, vendégünk na. lesz Cyclo ebben az évben is, mint mindig természetesen így van, és akkor utána a rákövetkező héten már várhatóan szertán fogunk visszatönni egy rendes adással, ami valószínűleg az ötödik pecsét lesz, de most ezt sem merem teljesen biztosra mondani, mert mindig sakkozunk, hogy egy-egy vendéggel mikor tudunk felvenni egy adást, és akkor lehet, hogy kicsit csereben élünk, de... de, de, az a terv, hogy maradunk a 70-es évben is, előbb-utóbb el fogunk jutni az ötödik pecsétig is, ezt becsó megígérem. És, és akkor, akkor addig pedig, András már igen. mondta a, 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 a Patreonunkat, úgyhogy a uh -huh. patreoncom per Bugford podcastot is keressétek fel, mert ott emellett még, hogy oszkározunk, még Batman filmről is beszéltünk nem olyan régen. 2022-ben idén a Matrix rendezésében megjelent a Batman című film. Erről megint beszéltünk, vagy három órát, amiatt későtt ez az adás is, hogy azt kellett fölvennünk. Úgyhogy <laughs> <laughs> a patreoncom per Bugford podcaston tudjátok meghallgatni, mit mondtunk a Batmanről. És akkor ezen kívül pedig magát a Vagfolt Podcastot se felejtsétek el követni, a kedvenc lejátszó appotokban is iratkozzatok fel rá, meg a Youtube-on is megtaláltok bennünket, hogyha azt használnátok, ott is lehet feliratkozni, meg benyomni az értesítéseket. Spotify-on is vannak már értesítések, szóval azt is be lehet nyomni, de fenn vagyunk a Google-on, meg az apple is. Magának a podcastnak pedig van Facebook és Twitter oldala is, a kettőt Vagfolt Podcastnak hívják, ezt írjátok be a keresőbe, és van egy Facebook csoportunk is, a Vakfot Podcast társalgó, amire most külön felhívom a figyelmeteket, mert zajlik a March Madness, és éppen a mai mm -hmm. napon, amikor az adás megjelenik, lépünk be a Sweet 16-be, a 16-os mezőnybe, ami arról szól, hogy 32 filmet már leredugáltunk 16-ra, és 16 filmből fogjuk már csak kiválasztani, hogy a 21. század leginkább elhanyagolt oszkáros filmje vajon melyik lesz. Azt a filmet keressük, amit ugyan jelöltek a legjobb Oszkár legjobb film oscar díjára, de nem nyert, és méltatlan módon nem nyert. Keresjük, uh -huh. hogy nem tudom, melyik film érdemelte volna meg a leges legjobban az oscar díjat, és hogy. És ebben a, ebben a játékban pedig Cycloval val veszünk részt. Cyclo is választott a nyolc filmet, András is 8 én is 8-at, és nyolcat választottak a hallgatóink is, a foltosok, és ezekből választódik ki, hogy végül is mi lesz. A, a, leginkább volt vagy leginkább kikosorozott oszkáros film, és ez a hónap végéig zajlik ez a játéksorozat, úgyhogy minden héten, minden nap lesz egy szavazás a volt Podcast társalgóban, a Facebook csoportunkban. Igen, a legjobb 16-ban olyan rendezőknek a filmjei versengenek egymással, mint Paul Thomas Anderson, Peter Jackson, Greta Gerwig, Ang Lee, Damien Chazelle, Denis Villeneuve, és még sokan, Quentin e Tarantino, igen, Darren Aronofsky, vannak, akik dupláztak is már most, tehát a legjobb 16-ban két-két filmmel képviseltetik magukat, úgyhogy Egy vannak van. hatalmas blockbusterek, és ilyen kis indie darlingok, szóval eléggé-eléggé nagy a szórás, és eléggé kemény és izgalmas összecsapásoknak nézünk elébe gyakorlatilag mostantól már hmm. nap, mint nap. Ez biztos, hogy így lesz. hogy minél több szavazóra van szükségünk, mert különben sok lesz a döntetlen, és otthon nagyon-nagyon félek. Úgyhogy <laughs> <laughs> gyertek, csatlakozzatok a társalgóhoz tényleg. Igen. Ezen kívül pedig akkor András téged hol lehet elérni, olvasni, követni? a legegyszerűbb a twitter.com per gains, a -E alsó vonás alatt, de a letterboxon is, amikor éppen rá tudom venni magam, akkor logolni <laughs> szoktam legalább még a a filmnézéseimet. Téged, Péter? <haz> Hasonlóképpen engem is a Twitteren, Freevo név alatt kettő elvel, meg én is ön vagyok a Letterboxdon, ugyanezzel a user névvel, írjátok uh -huh. be a keresőbe, és akkor ott ki fogja dobni a userünket, és lehet látni, hogy miket pótolunk a Vagfolt Podcast kedvéért, meg amúgy miket nézünk meg a moziban is. Hát igen, néha írunk hozzá pár kritikát is, nem mindig jön össze, de igyekszünk. Uh -huh. <háll> 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 Úgyhogy jövő héten akkor oszkározunk, utána pedig folytatódik a magyar évadunk, Patreonon pedig petmenezünk, meg oszkározunk, úgyhogy ott is keresetek fel bennünket, és akkor mm -hmm. nem sokára érkezünk vissza, addig is sziasztok! Sziasztok!